Hangos fénykép. Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Kultix Rádió Hangos Fénykép című műsora. Én Dala Bálint vagyok, vendégem pedig Béres István, egyetemünk docense, akivel először a Károly nyílt napján találkoztam, azóta pedig számos kurzusán vettem részt a média kommunikáció tanárképzés keretein belül. Hangos fénykép. Mindig is tudta, hogy tanítani szeretne? Nem tudtam. Ez egy később megérlelődött dolog volt bennem. Igazából egy nagy váltás volt, kicsit tartottam is egyébként a bejelentésétől otthon. Nem azért, mert hogy a szüleim valami más pályára szántak volna, de addig nem került ez elő. Tehát már idősebb is voltam, 24 éves, amikor úgy döntöttem, hogy jelentkezek Pécsre az egyetemre, ott akkor indult egy ilyen kísérleti jellegű képzés, és ott alakult át akkoriban a pedagógiai főiskolán, a korábbi pedagógiai főiskolán új szakok jöttek létre, új karok jöttek létre, és a hagyományos tanárképzés, a főiskolai tanárképzés akkor alakult át bölcsész egyetemi képzéssé, és hát ott választottam egy szakot, magyar művészettudomány volt ez a szakpár, előkészítőre járt, kicsit ilyen gyors talpaló módon, noha az irodalom érdekelt, tulajdonképpen onnan eredeztethető ez a választás elsősorban az irodalom felől, akkoriban pár évvel korábban így hát ez egy ilyen fontos területté vált az akkori élő irodalom olvasása, klasszikus irodalomé, és hát ebből a pozícióból indult az, hogy hát akkor megpróbálom ezt a dolgot. Ez az érdeklődés picit megváltozott, és az irodalomról áttevődött más területekre, és később ezek a más területek váltak ki valóban fontossá, és akkor már a szakdolgozatomat is, egy ilyen antropológiai jellegű kutatás volt, amit csináltam, és ezen a területen írtam, és ez viszont a kommunikációs képzésben volt, hogy akkor indult Pécsen ezzel az új programmal, amiről már említést tettem, az, hogy megjelent a kommunikáció is a kurrikulumba. És ez, végülis ez lett az a terület, ami igazán elnyerte a tetszésemet. Amikor végeztem, elhelyezkedtem a város, Pécsen volt, a város egyik művelési intézményében, és ott könyvtáros voltam. Ezzel párhuzamosan eseményeken, hát fotózni, az ott keletkező anyagokat dokumentálni, időnként kiállítások rendezésében segíteni, ezt kellett csinálnom egy pár évig. Az irodalom iránti érdeklődése a mai napig él egyébként a tanár úrnak? Az érdeklődésem igen, de bevallom őszintén, hogy egy hát nagyon rossz irodalomolvasó vagyok, vagy ilyen hanyag irodalomolvasó vagyok. Nem jutok elég irodalom olvasáshoz, tehát kicsit az időhiány, más dolgok. Folyamatosan ott van, hogy újra fel kéne venni a fonalat. Időnként persze azért olvasok, tehát nem erről van szó, hogy nem olvasok, de nagyon sok szelete ennek mondjuk a mai irodalomnak például, az most azért kiesik nekem, és nem tudom úgy követni, mint szeretném. Amikor tanítani kezdett, ez Pécsen történt, igen. Vagy? Igen, tehát ilyen szempontból az életem Baranya megyében zajlott, ott születtem, ott jártam középiskolát, Pécset jártam középiskolát, nem vagyok eredetileg pécsi, tehát egy Pécstől nem túl messze fekvő kis faluban nőttem fel, ott éltem mondjuk így 18 éves koromig, mert bejáró voltam a középiskolába, és 18 éves koromtól élek Pécsen, és hát ott is kezdtünk a diplomaszerzés után a feleségemmel dolgozni. Ő a múzeumban, helyi múzeumban, a Néprajzi Múzeumban, én pedig hát itt a Művészetek Házában. Elárulja nekünk, hogy hogyan került fel Budapestre, hogyan kezdett el itt tanítani? Hát ez egy nem túl régi történet, tehát Pécset tanítottam, egy pár év után lehetőség volt először így óraadóként visszajárni az egyetemre,
egy-két kurzust megtartani, és akkor egyszer szóltak, hogy hát akkor lenne egy ilyen próbatanítás, érdeklődtek, hogy ez a dolog engem érdekelne, és akkor állásba kerültem ott az addigra önállósodó kommunikáció tanszéken, és hát egészen 2013-ig a Pécsi Egyetemen dolgoztam, viszont egy ilyen közös program keretében megismerkedtem kollégákkal innen a Károliról, és 2012-ben felvetődött, hogy esetleg lenne kedvünk, ugye mind a kettőnknek, tehát a feleségemnek is, és nekem is, lenne kedvünk átjönni ide, és elég gyorsan eldöntöttük, hogy igen, elvállaljuk, pár évig sűrű vonatozással, majd 2017 óta, akkor egy kis lakást vettünk itt a város szélén, azóta hát budapestiek lettünk, és az egyik gyerekünkkel, a legkisebbel, még kiskorú ebben a pillanatban, úgyhogy ővele fölköltöztünk ide Budapestre. Sok időt töltöttünk online, vagy volt például hibrid oktatás is, új platformok kerültek be ugye így az egyetemi oktatásba. Mit gondol ezek közül, mik lesznek azok, amik maradandóak lesznek, és mik lesznek azok, amiket esetleg elfelejtünk, hogyha ez a helyzet megszűnik? Minél inkább igényel valami ilyen közvetlen gyakorlati készségeknek az elsajátítását, hát azt annál nehezebb áttenni az online térbe talán. Ugye sok ilyen van a mi képzésünkben is, de hát talán messze nem, mint néhány másik képzésben, ugye önálluk még több ilyen probléma adódott, gondolj csak mondjuk az egészségügyi képzésre, amire amúgy is rászakadtak ez a helyzet, azon belül az oktatás is, hát nagyon nehéz. Egy teljesen szokványos egyetemi előadást úgy többé-kevésbé át lehet tenni. A szemináriumoknál érzékeltem inkább csak nehézségeket. Persze az, hogy nem látom a hallgatót, hogy ott kevesebb arc jelent meg eleve, ugye ez már egy olyan faktor volt, amit nagyon nehéz áthidalni. Ott segítenek leginkább ezek a programok, ahol a résztvevők esetében egy valódi és tényleges erős elköteleződés van jelen, hogy ő ott akar lenni, teljes mértékben részese akar lenni az ott folyó kommunikációnak, és így ilyen formán ezek a programok segítenek is. Ahogy már utaltam rá, nagyon sok területen a jelenlét nem pótolható. Hogy egyébként is jobb jelenlétibe tanítani, szóval nem véletlenül úgy látom, hogy azért így valamennyire vonakodunk átállni egy másfajta metódusra most, hogy megint emelkednek a fertőzések, mert látjuk is, hogy így mit veszítettünk azzal, hogy be kellett zárkózni, hogy az életünk a négy fal között zajlott, kiovakodtunk valami sportolásra, valami mozgásra, siettünk haza, hogy még kötelező idő előtt hazaérjünk, szóval hát az nem az az élet, amit igazából szeretünk élni, és most nem beszélek arról, hogy a gazdaságban és más területeken ez hogyan van. Ugyanakkor azt látom, hogy az online munka azért az csak elterjedt. Tehát azok a fajta fejlesztések, amelyek talán el is maradtak az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évtizedben ezen a területen, azok most ilyen roham tempóban pótolva lettek. A hangos fénykép vendége Béres István, egyetemi docens volt. Én Dala Bálint vagyok, köszönöm a figyelmüket. Hangos fénykép.